A II. Világháború idején Ernst Kaltenbrunner náci vezető nemzetközi tiltakozástól tartva rendelte el különleges nemzetközi kapcsolatokkal és ismerettségekkel rendelkező zsidó emberek megkímélését, míg Heinrich Himmler azért tartott életben foglyokat, hogy Németország számára fontos személyekre vagy pénzre cserélje őket a szövetségesekkel. A Múltkor történelmi magazin korábbi írása számol be arról, hogy bár Berlinben már 1942-ben is javában folytak a deportálások, egy már inkább börtönként működő berlini zsidókórházat még 1943 után sem ürítettek ki, és beszámolnak egy listáról, amelyen a magas kapcsolatokkal rendelkező adminisztratív letartóztatottak szerepelnek. 1945-ben a Berlin közepén található Wedding negyedben lévő kórház pincéjében a fosztogató orosz katonák 800 túlélőt találtak meg. A kórház a háború alatt munkaszolgálattól való mentességgel kecsegtetett beteg embereknek, valójában őket azonnal deportálták. A kórházban Adolf Eichmann rendszeresen tett látogatásokat, és néhány bentlakóra rámutatva deportáltatta azokat. Az egyébként zsidó orvosok, nővérek és az intézményvezető Walter Lust mindenkit megtévesztettek. Az elszállításokat a betegek pozitív fordulatként ünnepelték, miközben minden elszállított ember szinte azonnal Auschwitzba került. A Múltkor úgy fogalmaz, a túlélők közül csak kevesen tudják, milyen szerepet is játszott a kórház a nácik kezében, a többség pedig eltökélte, hogy az utánuk jövő generáció soha nem tudhatja meg túlélésük igaz történetét. A cikk felteszi a kérdést, vajon a zsidó kórházban is őriztek diplomáciailag értékes személyeket, vagy csupán együttműködés vagy megvesztegetés révén kerültek kiváltságos helyzetbe. Azt szeretnénk fejtegetni, és elég meredek téma, hogy mi volt az ára annak, ha te ki tudtad vásárolni magadat egy korrupt náci tiszttől, vagy egy SSS-től, egy gestápostól, bárkitől, aki a deportálásodban éppen részt vett. Hová került az a korrupciós pénz, hogyan forgott vissza a rendszerbe, és ugye mit okoz ez azoknak az embereknek az eltitkolt múltjában, lelki ismeretében, környezetében, akik ilyen magas árat fizettek azért, hogy túléljék, és hát még valakivel valószínűleg megfizettették. A Kelly Hősei című film, illetve a Magyar Kelly Hősei, a Tizedes meg a többiek egyaránt arról szól, hogy a korrupció az a mi életünkben, amiben egy olyan rendszerben élünk, ahol a József Attila úgy fogalmazott, hogy ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Ahol a szabadság a rend, ott a korrupció az romlás. De ott, ahol a zsarnokság a rend, ott a korrupció az életnek a kicsiny tere, ahol ki tud sarjadni. Ahol megcsillan az emberség, az embertelenség közegében, és ez azt fejezi ki, annak a tudását fejezi ki, hogy a korrupció nem abszolút entitás, hanem a berendezkedésnek a jellegéből fakadóan korrumpálódik élhetőbb vagy élhetetlenebb rendszerré. Ahol a szabadság a rend, ott a korrupció élhetetlenebb rendszert eredményez, tehát a hatása az hanyatlás. De ott, ahol a zsarnokság a rend, ott a korrupció, az tulajdonképpen lehetőséget nyit arra, hogy az ember ember maradhasson, hogy emberként élhessen, hogy az emberségét megőrizhesse. Erről szól hogy az emberség elvesztésével, de életben maradhasson. Ugye ez is egy kimenetel. De hát könyörgöm, hogy lehetne embertelen az, hogy te életben maradsz? Hát nem az az embertelen, ha elpusztítanak? Hát szerintem az akárhogy is emberség, ahol te megúszod. A Tizedes meg a többiek az pont arról szól, hogy itt van egy olyan közeg, egy olyan világ, ahol a romlás, ahol a stikli, az tulajdonképpen emberi. Mert a világ embertelen. Ahol a világ emberséges, ott a stikli, az tulajdonképpen egy hitványság. De ott, ahol embertelen, ott emberség. Ott nem vesznek részt az öldöklésben. Ugye ott a katona szökevénység gyakorlatilag a háború előbbi befejezését jelenti a részükről, hogy ebben nem vesznék részt. De én arra gondoltam, amikor mondjuk én magamat mentem, de az én menekülésem ára, hogy feladjam 50 vagy 500 társamat. Én azért nem érzem
Lehet, hogy persze a cikket értelmezem helytelenül, és lehet, hogy a cikkben nincs ilyen törekvés, vagy ilyen szándék, de olyan érzésem van, mintha ez a szöveg valamiféleképpen mégiscsak inszinuálná az áldozatokat. Tehát én azért nem tudom ezt a vitát, hogy mondjam, úgy értelmezni, hogy az imént elmondtad, mert szerintem, hogyha valaki ebben a helyzetben van, amiben ezek az emberek voltak, minden döntésüket helyesnek tartom. Tehát nem tudok azzal a fejjel gondolkodni, hogy itt miért nem mérlegeltek valamiféle távolabbi, vagy valamiféle egyetemes morál felől, hogy ez most mennyire korrupció, mennyire nem, mennyire ártok vele másoknak, mennyire nem. Azzal, hogy én helyzetbe kerülök, akkor azzal mások erről veszem el az esélyt. Ugye a Kastner Rezső vonatának a története is tulajdonképpen erről szól. Ugye a Kastner egyébként legjobb tudomásom szerint erdélyi zsidó származású ügyvéd volt, aki hosszú időn keresztül tárgyalt az Eichmannnal és a különítményével 1943-44-ben, és így állt össze végül egy néhány száz szemét tartalmazó lista, akiket a megfelelő ellenszolgáltatás fejében Svájcba szállítottak, tehát ők túlélték a vészkorszakot. Gazdag, nagypolgári zsidó családokról beszélünk. És a Kastner később ugye Izraelbe költözött, és merényletet is követtek el ellene, később ebben a merénylet kísérletbe belehalt, és mai napig az izraeli közéleti vitáknak egyébként tárgya Kastner története, hogy ő a legnagyobb zsidó megmentők közé tartozik-e, és hogy jár-e neki a fal Yad Vashemben, vagy éppen a klasszikus kollaboráns zsidó árulók közé tartozik-e, aki megfelelő pénz ellenében bizonyos életek megóvását, vagy megóvásáért cserébe pénzt ajánlott a náciknak, akik egyébként folyamatosan emelték az árat, és folyamatosan csökkentették azoknak a létszámát, akik erre a vonatra felkerülhetnek. Így a Kastner is kénytelen volt újra meg újra ezekhez a családokhoz pénzért fordulni, és időre bizonyos embereket lehúzogatni erről a listáról. És hát ugye a kérdés az, hogy a Kastner ebben a helyzetben erkölcsileg helyesen, vagy éppen helytelenül viselkedette. Én nem tudom, hogy ezt a kérdést így ebben a formában érdemes-e, vagy lehet, hogy kell levizsgálni. Hát a túlélőknek érdemes feltenni ezt a kérdést, tudod? Mert erre aztán valaki kibicként nagyon könnyen rámondja, hogy kollaboráns, meg hogy háborús bűnös. De tudod, a túlélőket kell megkérdezni, hogy ő nekik mi az erkölcsi értékítéletük ezzel kapcsolatban. Nyilván minden épeszű ember azt mondja, hogy ha a saját életéről, elsősorban a családja életéről van szó, akkor nincs az ára, amit nem érdemes érte megadni, és pont. Tehát, hogy nekem az a problémám ezzel, hogy utólag ezt így mérlegelni, hogy ezek az emberek tudták-e, mit tudtak, hogy tudták. Én nem hiszem, hogy lenne olyan bárki a világon, akinek az lett volna a feladata ebben a helyzetben, vagy a morálisan helyes döntés az lett volna, hogy hát az én életem kevésbé értékes, vagy az én családom élete kevésbé értékes, mint az a másik 3 vagy 5 vagy 10 családé, akik nem tudnak annyi pénzt előteremteni most hirtelen, mint én, hogy pusztán a vagyoni helyzetem alapján, vagy a lehetőségeim, vagy a mozgósítható tőkém dönt ebben a kérdésben, hogy én élem-e túl, vagy nem, miért pont ez a szempont kerül elő. Szerintem tök mindegy. Itt az ember az életéért küzd. Nem is feltétlenül arra szeretnék rámutatni, hogy ebben a helyzetben, ami így átélhetetlen, nem is tudom, tehát ne legyen cancel culture a Európa 20. századának legnagyobb drámájából. De például hasonlóan tudok egy történetről, ahol egy vonatkocsinyi ember külön bánásmódot kapott volna, és úgy volt, hogy a svájci határ közelében lekapcsolják ezt a vonatkocsit, megvesztegettek egy náci tisztet, viszont nem azt a vonatkocsit kapcsolták le. Tehát, hogy a náci tiszt azt tartotta a szavát, csak a figyelmét nem. Volt motivált abban, hogy rendesen odafigyeljen, melyik is az a vasúti kocsi. De végül a ténykedésük kapcsán ugyanannyi ember menekült meg, csak nem ők. Én inkább azt akarnám vizsgálni, hogy ez a korrupciós pénz, amikor hivatalosan kerül a nácikhoz, tehát mondjuk egy megállapodás szerződés fejében, vagy egy adásvétel fejében, vagy egyszerűen valamilyen hivatalosabb fosztogatás közben, hogy mondjam, elhangzik egy szóbeli megállapodás, akkor ez közvetlenül támogatja a népirtásnak a folytatását. Amikor ez kéz alatt történik, tehát valaki egy ellenőrzés nélkül lévő
alacsonyabb rangú tisztel köt egy megállapodást, és az tényleg tudod, kettejüket kiszökteti, vagy nem tudom, pénz fejében, akkor ez ugye hát nem adott róla számlát, hogy úgy mondjam. Ez az ilyen korrupt náci tiszteknek a jólétében észrevehető, ami után az, aki erre hajlamos, még inkább lehetőséget lát abban, hogy ő maga is tudod, ugyanezt részt vegyen a gépezetnek egy ilyen elemeként. Hiszen nem csak biztonságban van a hatalom ernyője alatt, hanem még extra bevételre is szert tehet ilyen korrupcióban. Ez már szerintem egy izgalmasabb kérdés, hogy itt az emberség nyilvánul-e meg, vagy a puszta korrupciós szándék, vagy ebben az esetben, hogy a Robi is... De nem mindegy, hogyha egyszerűen ebből aztán megmenekül egy csomó ember. Hát az ő szempontjukból mindegy. A nagy kérdés az az, hogy az, aki ebből mondjuk rendszert csinált, az azért csinálta-e, mert tudta, hogy ez az egyetlen lehetősége, mert a korrupció egyébként a náci rezsimnek is vastagon a része volt minden ellenkező híreszteléssel szemben, bizonyos értelemben még tűrték is, sőt, bizonyos helyzetekben még támogatták is. És vagy legalábbis, hogy mondjam, elnéztek felette, bár mondjuk az Endlösung végrehajtásakor nyilván ez egy sokkal jobban ellenőrzött és üldözöttebb magatartásforma volt, mint mondjuk a keleti fronton elzabrált vagyonok hazavitele kapcsán, de azért itt is előfordult sok ilyen ügy. Én azt nem tudtam ezekben az ügyekben soha igazán eldönteni, hogy itt valóban puszta vagyonszerzési szándék van-e, vagy hogy mondjam, az emberség rejtett tehát az önmaguk számára sem bevallott humanizmus vezete oda, hogy végül elfogadom ezt a pénzt és segítek, mert akkor ezzel picit önmagamat is felmentem. Nem áruló vagyok, csak korrupt. Ezt akarom igazából mondani. Tehát attól én még náci maradhatok, hogyha korrupt is vagyok, lehet, hogyha korrupt vagyok, hiszen a rezsim sem feltétlenül lép fel a korrupció ellen, és hogyha ilyes formán hozzájárulok ahhoz, hogy emberek élete megmeneküljön, vagy sokak élete megmeneküljön, akkor humanista is vagyok, náci is vagyok, korrupt is vagyok, emberséges is vagyok, jaj, de jó, tulajdonképpen egy ilyen morális szuperpozíciót vettem föl, és igazából nem kell magamnak se bevallani, hogy jobb ember vagyok annál, mint amit feltételeztem magamról. Hát itt amikor én korrumpálok, akkor a gyilkos gépezetet teszem tönkre, én gépromboló vagyok bizonyos szempontból. Ugye a korrupciót azt... Ha sok pénzről van szó, és nem egy ekkora népirtás közepén zajlik, akkor az ember elsőre mindig a Nokia-s doboz felől látja, hogy nézd, pénzhez jutott könnyen, hát nem tudjuk, hogy mennyire könnyen, de hogy gyorsan, és jogosulatlanul, stb. De ha abból a szempontból nézed, és tulajdonképpen Robi ezt a kettőséget említette az előbb, hogy mi az, amit éppen tönkretesz, és nem egy jól működő, nem, rosszul mondom, nem egy helyesen működő gépet tesz tönkre, hanem egy gyilkos robotban rongál meg egy fogaskereket. Azzal tulajdonképpen épít. Azzal tulajdonképpen épít. Azt írja a hallgatónk, hogy vagy hát említi Robi kedvenc példáját, az 1984-et, hogy ebben John azt kiabálja a 101-es szobában, hogy Júliát öljétek meg, őt bántsátok. Hát idáig lehet ledolgozni az emberi erkölcsöt, hogy végül aztán tényleg nem maradjon semmi, mint az önmaga életét bármiáron menekítő személyiség roncs. Ami tulajdonképpen erkölcsi vonatkozásában már nem különbözik az állattól. Mert semmi más szempontja nincs, mint a túlélés. És ilyen értelemben visszavezeti az embert az állatvilágba. Van egy nagyon súlyos dilemmám a nemzeti szocializmussal kapcsolatban. A nemzeti szocializmus megítélését, már önmagában nem az erkölcsi megítélését, hanem az analízisnek a pontosságát gátolja, hogy bizonyos nézőpontból a rendszer korruptnak, más nézőpontból meg fanatikusnak mutatkozik. Márpedig ez a két jelző, hogy korrupt és hogy fanatikus vagy fundamentalista, hát ez szöges ellentétben áll egymással. Hát ezek elméletileg ki kéne, hogy zárják egymást. Tehát most valaki vagy romlott, vagy megszállott.
Ebben viszont vitatkoznék veled, tudod, az van, de én meg úgy figyeltem meg, hogy van egy tengely. A tengely egyik végén a romlottság van, a másik végén meg az eszmék tiszta ragyogása, amelyet megszállottan követünk. A másik végén meg hát a kis mutyi, meg a kis zsebbe csúsztatott pénz, meg az ahhoz tartozó szimónia, meg az ahhoz tartozó mindenféle kis ügyek, kis tiklik, amelyek nem a, tudod, nem úgy van megírva a nagykönyvben, de mi átírjuk a nagykönyvet, mert úgy tartja az érdekünk. Tudod, és hogy itt van a nemzeti szocialista szelleme, meg a nemzeti szocialista harmadik német birodalom, amelyik egyszerre mutatkozik korruptnak és fundamentalistának. Hogy ne lehetne korruptnak, vagy hogy lehet nem korruptnak látni egy olyan rendszert, amelyik úgy küldi meghalni az emberi tömegeket, hogy ki van írva a kapura, hogy a munka szabaddá tesz. Kvázi hazudik nekik, kiknek? Azoknak, akik valójában már halottak. Hiszen gyakorlatilag már valamennyien halottak. Mi értelme van azt hazudni nekik, hogy odabent, ha dolgoznak, akkor majd szabadok lesznek. Egy másik tábornak a kapujára egyébként az volt kiírva, hogy mindenkinek azt, amit érdemel. Na, az abban a gesztusban a fundamentalizmust látom tetten érni, de a munkaszabaddá tesz gesztusában meg a cinizmust látom, ami meg a korrupció etikája. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz megítélni azt a rendszert, amelyiknek a vezére Adolf Hitler vegetáriánus, és az állati életet olyan fontosnak tartja, hogy a harmadik birodalom állatvédelmi törvényt hoz, az állatok védelméről, de közben az embereket tömegével gázosítja el, és pusztítja el, és küldi gázkamrákba, meg krematóriumokba. Hogy áll ez így össze? Hogy lehet valami egyszerre korrupt és egyszerre fanatikus? A Rákosi kor börtöneiben pedig az a felirat volt kírva a falakra, hogy ne csak őrizd, gyűlöld is. De ez a fanatizmus. Ez a fanatizmus, ezt értjük, ez is. Szerintem minden diktatúra korrupt. Valamilyen formában, de mindegyik az. Szerintem a fanatizmus egyúttal korrupció is. Ugyanis a fanatizmus nem ismer magán kívülálló morált, nem ismer magán kívülálló igazságokat, tőle független rendszereket, hogy mondjam, olyan de ez miért korrupt? Igazodási ponton, ebből azt követ, hogy mintha nem ismer magán kívül ilyet, ezért azt tekinti pillanatnyi morálnak, szerződésnek. Nem pillanatnyinak, egyetemesnek. Igen, de mintha minden a végső célnak, a nagy eszmének rendelődik alá, ezért abban a pillanatban, amikor éppen az érdekeid érvényesítésének a legegyszerűbb eszköze a korrupció, akkor a korrupció is alkalmazható, hiszen a nagy eszme védelmében, vagy annak a nagyjátéterében, vagy annak a nagyjátéterén munkálkodsz. Amikor az ember diktatúrákról olvas, akkor előbb-utóbb mindig szerintem beleütközik, vagy valamilyen formában beleütközik ebbe a furcsa kettősségbe, hogy a rendszer egyfelől igen, látszólag elvárja önmagától is, meg a, hát majdnem azt mondom, hogy a polgáraitól, tehát az alattvalóitól, hogy ugyanolyan fundamentálisan és erőszakosan és a egyesületről az eszme győzelmét a szem előtt tartva harcoljon a végső győzelemért. Ugyanakkor rögtön lehetőséget ad magának is, hát gondoljunk csak a Ceausescu villáira, vagy a Brezsnyev magánautógyűjteményére, vagy mondjuk bármelyik közel-keleti diktátor hihetetlen vagyonára, tehát rögtön lehetőséget ad egyúttal magának a vagyonfelhalmozásra, úgyhogy egyébként eszmeileg továbbra is tiszta maradt, tehát ő el tudja magával hitetni, és miután hogy mondjam, nem is téved, amikor azt mondja, hogy ő továbbra is fanatikus marad. Tehát ő továbbra is a rendszer elkötelezett híve, és ilyen értelemben a korrupció nem számít korrupciónak, hiszen az valamiféleképpen a rendszer legitimációját, vagy nem is a legitimációját, a sikerét igazolja, illetve a rendszer sikeréhez járul hozzá, hogy én most történetesen nem erőt mutattam, most nem hazudtam, vagy most éppen nem igazat mondtam, hanem ezúttal korruptnak mutatkoztam. Nagyon jó kérdés, hogy mi húzódik mélyebben a nyilasoknak a rémuralma mögött. A zsidóság iránti fundamentális gyűlölet, ami ideológiailag megfelelően alá van dúcolva a Szálasinak, az Adolf Hitlernek a teoretikájával, vagy pedig a zsidó vagyonra ácsingózó
irítség és szerzés vágy. Hogy melyik az ok, és melyik az okozat, melyik az ideológia, és melyik az ideológia által teremtett gyakorlat. Melyik volt előbb? A zsidóval a vagyona a baj, amit meg kell szereznünk, és ehhez kell írnunk egy ideológiát, amely szerint az alsóbbrendű, hogy elszerezzük tőle, és akkor nem mellesleg ki is írtjuk, mert nem szeretnénk, ha visszajönne azért, ami az övé volt, meg amúgy is gyűlöljük, meg az elszerzés úgy teljes, hogyha az, akitől elszereztük, az már nincs is. Vagy pedig az ideológia volt az elsődleges. A zsidókat ki kell írtani, és hát, ha már kiirtottuk, hát mi legyen azzal a szép nagypolgári lakással? Hát csak nem maradhat üresen, hát azért be kell költözni, azért, vagy legalábbis érdemes beköltözni. Nem? Na most akkor melyik volt előbb? Hát a magyar nyilasok történetét ismerve szerintem az első szempont volt mondjuk 100 esetből 99-szer a vagyonszerzés vágya valamiféle, hogy mondjam, milyen ideológiai mázzal nyakon öntve. De egyébként nem vagyok teljesen igazságos ebben a kérdésben. Tehát, hogy ezeknek az embereknek az aljassága, a cinizmusa, gyilkolási, vagy rablógyilkolási szándéka, az a vágy, hogy megöljem a szomszédomat, aki vagyonosabb nálam, sikeresebb nálam, vagy mit tudom én, polgárosultabb nálam, tehát elsősorban ezt értem vagyonosság és sikeresség alatt, valamiféleképpen jobban integrálódott ebbe a magyar polgárságba, mint én, az érdekérvényesítő ereje nagyobb, mint az enyém, és ezért én most bosszút akarok állni, ez a kisember lázadása, aki az egyel fölötte állót akarja megölni, nem pedig azokat az urakat, aki az ő szerencsétlenségét okozta, vagy pedig elfogadni azt, hogy egész egyszerűen ezekkel a skillekkel és ezekkel a szociális lehetőségekkel, tehát ezekkel a lehetőségekkel született, amivel a világra jött. Tehát ezt tekinthetjük valamiféle, hát nem morálnak semmiképpen, de mondjuk valamiféle ideológiának, amihez jól passzol volt talán a hungarizmus. De a németeknél ez talán fordítva volt, hogy ott azért inkább a fanatizmus, a ideológiai megszállottság volt a döntő. Én mindig azt láttam, hogy a legmegszállottabb a Hitler, és aztán minden szinten lejjebb egyel kevésbé megszállottak. Nyilván vannak különleges esetek, meg mindenhol felbukahatott egy-egy őrült náci, meg nyilván voltak olyan Reinhard Heydrich, igen, meg voltak Adolf Eichmann, igen, csak azt mondom, hogy Himmler. Hogy igen, de a Hitler is úgy építette föl a saját mítoszát, hogy nála náci nem tud lenni senki. Tehát még a Heydrich sem annyira náci, bármennyire is törekedett erre, és volt náci reggel estig és estétől reggelig, akkor sem tűnt annyira nácinak furcsa módon, mint maga Adolf Hitler. De még ugyanez igaz a Himmlerre is. És mondom, tehát nyilván minden Wehrmacht alakulatnál, az államigazgatás különböző szintjein, az SS-ben, a Gestapónál mindenhol voltak őrült nácik, de a Hitler meghagyta nekik a lehetőséget, és ez már egy korrupció, ez a rendszer már önmagával szemben tanúsított korrupciója, hogy úgy integrálódjanak ezek az emberek ebbe a rendszerbe, hogy nekik valójában mindegy, milyen ideológia áll mögötte, hogyha egyébként ezzel hatalomhoz vagy vagyon, valamilyen formában vagyonhoz juthatnak. Tehát a korrupció az ezért következménye a diktatúrának. Amikor a Robi azt mondta az előbb, hogy fundamentalista és ideológista, ugye akkor ilyen esetben nem fundamentalistának lenni is már korrupció. Azt, hogyha ha valakinek nem 100%-os a lelkesedése, hanem 95, ő már áruló. Hiszen nem valósította meg a fundamentalizmust. Saint-Just mondta azt, hogy a mérsékelteket is meg kell büntetni, a semlegeseket is meg kell büntetni. A politika, a depolitizáltakat, a politikától távolságtartóakat, azokat, akik nem érdeklődnek a politika iránt, akik kvázi civilek, nincs civilség, azok a forradalom elárulói, akik a magánélet magánerkölcséhez fordulnak, vagy a magánélet magánketteléseihez vonulnak vissza, ők valójában elárulják a forradalmat. Nem a royalistáknak, meg a 16. Lajosnak, hanem a magánélet magánélveinek. Hát az biztos, hogy a Sztálin fehérekből és arisztokratákból deportálta a legkevesebbet, és átlagemberből a legtöbbet.
Amikor a korrupció okait keresed, azért az, hogy az erőszak a motiváció a rendszerben való részvételre, a félelem, és nem feltétlenül az ideológiába vetett 100%-os hit, akkor azért itt az önkéntességnek a legalább valamennyi hiánya az okozza a korrupciót. Nem meggyőződéses, hanem a parancsuralmi rendszerből adódó felelősségtől való felmentettség okozza a kegyetlenségre való nagyobb hajlamot, de nincs benne az az ideológiai fundamentalizmus egy tudod, a lánc közepén lévő láncszembe. Az ő önkéntességének a hiánya okozza a korrupciót. Amikor az előbb arról beszéltünk, hogy, vagy azt mondtad, Robi, hogy hát lehet, hogy az volt előbb, hogy hát ki akarják írtani a zsidókat, de ha már itt maradt ez a nagy lakás, meg a sok műtár, hát azért valamit kezdeni kéne vele. Én azt látom, hogy azért vannak ilyen jelenetek, amikor az otthagyott értékeket, ételeket, italokat, bútorokat, a környezetet, a művészetet, az éjszakai életbe való integráltságát annak a polgári családnak, akit eltüntettek, így elkezdik élvezni a szélsőjobboldaliak, az írtógépezetnek a tagjai, és így a hedonizmus az ugye műveltség, az kultúra, akkor hallgatjuk az operát át a gramofonról, és közben megkóstolunk egy jó italt, amit itt találtunk, és tulajdonképpen hát ezeket kellett visszafoglalnunk, a kultúrát. Tehát nézzétek, hogy milyen jól élvezzük. Ők megtartották, ki se bontották azt a palackot, az úgy nem helyes. Mi sokkal jobban tudjuk élvezni. Mi annyival vagyunk kultúráltabbak, hogy mi fel is éljük. Mi igazán élvezzük, és ezért elveszejtettünk majdnem egy komplett népet. Megvan az a tizedes, meg a többiekben is valahol van egy utalás, amikor Albert, tudod, a Major Tamás, ha nem is dúnyhás testvére, de annak a felettesével beszélget, és az megkérdezi, hogy ital van a házban? Tudod, ilyen, a maga ilyen nyerségével, és akkor mondja, hogy Maria Teresia Brandy, Zwack Unikum, Black and White, Courvoisier, Scotch, és ott a tizedes belevág a szavába, hogy pálinkaféle van-e. És azt mondja, hogy ez mindaz volt. Na igen, tehát hogy valójában ez mind... Megérkeztek élvezni a kultúrát. Na az van, hogy ez mind pálinkaféle volt, és ők, amikor megisszák, nem fogják tudni a különbséget köztük, és amikor ez mind elfogy, legközelebb már pálinkát rendelnek be, tudod? Nem azt a hatféle vagy kilencféle pálinkaféleséget, amit ott felsorolt Albert, hanem akkor ők megisszák a pálinkát, a egyiket a másik után, és amikor az egész elfogy, ők nem fogják tudni azt mind újra berendelni, de nem is, nincs is szükségük rá, hanem akkor ők majd valami gyümölcspálinkát rendelnek, amit ismernek az elmúlt 30 évükből, amit mindig is isznak. Uh-huh. Igen, és a Mici Baroness hárosszobája az majd a hármas alvóra lesz átkeresztelve, mert azt úgy könnyebb megjegyezni. Ahogy ugye nem tudom hányan voltunk tagjai a valahanyadik számú úttörő csapatnak, és valahanyadik számú termelőszövetkezetnek, és a valahanyadik számú kisiparos szövetkezetnek, és a valahanyadik számú fodrászüzletnek, és a valahanyadik számú ügyvédirodának. Hogy nem lehetett semminek a nevében megemlékezni, és a márkázottságnak a jellegét sem volt szabad felölteni. Nyilván itt egy másik totalitárius rendszernek a szüleményeiről beszélek. Igen, milyen szomorú lehetett, amikor valamelyik, nem tudom, a 60-as, 70-es években az első általánosban éppen belépő diákot kérdezték arról, hogy mivel foglalkoznak a szülei, és akkor azt mondta, hogy a 64-es számú építőipari vállalatnál dolgozom. Uh-huh. Azt a megfigyelést tettem, hogy négyféle holokauszt túlélési stratégia létezik, és nincs ötödik. Ez a négyféle, ez az együttműködő, a menekülő, az ellenálló és a bujkáló. Ez a négy. És én azt gondolom, hogy nem csak a holokauszt, tehát ez nem holokauszt specifikus, hanem azt gondolom, hogy minden elnyomó uralmi rezsimben a túlélésnek, vagy az abban való életnek ez a négy alapvető stratégiája létezik. És ha ennek a négy stratégiának, a totalitarizmusnak a keretei közt egy
család, mert ezek családi stratégiák általában, egy család elkötelezi magát valamelyik mellett, akkor ennek a rutinjai transzgenerációsan átadódnak a gyereknek, az unokának, a dédunokának. Már lehet, hogy már régen nincs is diktatúra. Lehet, hogy már régen nincs is mielől bujkálni, nincs is mielől menekülni, nincs is mivel úgymond együttműködni, nincs is minek ellenállni. De az a mém, mint szellemi gén, az ott van, az jelen van, az átadódik, a minták azok megvannak, és a bujkálás folyik tovább, annak ellenére, hogy már nem kell senki elől kvázi elrejtőzni, de hát az ember tanulással képezi önmagát önmagává, és amit az ember lát maga körül, amik a családi mintái, azokat viszi tovább, és adja tovább a saját gyerekeinek, és ezen változtatni nem tud. Nem emlékszem, hogy hol, de szerintem politológia tárgy tanulása közben, ami engem azért hát nagyon keveset érintett meg, ugye a közgázon nem merültem el benne, de ott hangzott el ez a felosztás, hogy a tiltakozás két módja, az ellenállás és a kivonulás, vagy valahogy, vagy tudod, az, hogy felveszed a harcot, vagy pedig így megváltoztatod a helyedet. És hogyha ezekben a túlélési stratégiákban keresem ezeknek a megfelelőit, akkor az ellenállás, vagy a megküzdés, az ellenállás. Ugye ez a kesztyűt felvett tiltakozás. A kivonulásnak a megfelelője az a menekülés. A bujkálás az valójában a semmi, ugye az elodázása a problémának, és reméljük, hogy megszűnik. Ez egy jó stratégia a túlélésre, ráadásul erkölcsös lehet, amennyiben nem harcból bujkálok, hanem a biztos halálom elől bujkálok. De hogy tudod, ez nem választása közül, hogy elmenekülök, vagy hogy küzdök, hanem az elodázása, míg az együttműködés az viszont annak a feladása, hogy én egyáltalán vagyok, hogy bujkálnom kell-e, hogy menekülnöm kell-e, vagy küzdenem kell-e, ugyanis átállok és beleolvadok a másik oldalba. Nevezd ezt árulásnak, vagy egyszerűen ilyen idő előtti elhalálozásának a te szellemednek. Így felveszed a másikét, és megpróbálsz abban a szellemben meghalni, de ugyanabban a testben. Tehát, hogy itt nem történik semmi, hanem annyira feladod magad, hogy már nem marad meg az a választásod, hogy kivonulok, vagy tiltakozok. Hát ilyen értelemben talán a náci rezsim valóban kivételes volt, vagy hát igazából egyébként minden ilyen rezsimnek megvan ez a maga különlegessége, csak ez itt ebben direktebb és nyilvánvalóban nyilvánult meg, hogy azért volt a társadalomnak olyan rétege, amelyik egészen pontosan a zsidók, akiknek a számtalan felkínált választási lehetőség közül, már mint ebből a négyből, amit a Robi felsorolt, az együttműködésre nem volt mondjuk. Tehát vagy legalábbis néhány hát a zondereseket is elpusztították egy idő után, azért azt lehet tudni. De azt is tudjuk, hogy sokan úgy élték túl, hogy zonderkommandósok voltak, és akkor náluk felvetődik a kérdés, hogy akkor ők holokauszt túlélők is így kvázi áldozatok, vagy pedig hát az elkövetőkkel kollaboráló bűnrészesek. Én ismerek egy olyan történetet még a 70-es, 80-as évekből, ahol egy többségében zsidókból álló társaság, akkor idős holokauszt túlélő zsidókból álló társaság nem fogadott be valakit maguk közé, azért, mert 40 évvel vagy 30 évvel korábban zonderes volt, zonderkommandós volt. De aki nem volt Auschwitzban, és nem is értette ezt, hogy mit is jelent valójában az, hogy zonderkommandó, az barátkozott vele. Igen, az nem tudta úgy kiközösíteni, ő bujkáló volt, és hát ő a saját nézőpontjából a zonderkommandó nem volt egy olyan gyűlöletes fogalom, mint akik megjárták Auschwitzot, és akik a saját sorsukon tapasztalták a zonderkommandót. Ez egy olyan klasszikusan olyan történet szerintem, ahol lehetetlen igazságot tenni, tehát ahol mindenkinek igaza van. Igaza van annak is, aki képtelen egy légtérben tartózkodni azzal, aki ezt a szerepet vitte, még ha kényszerűen is, de ezt a szerepet vitte a haláltáborban. Azt is megértem, aki emiatt kirekesztetnek és megalázatnak érzi magát, és megértem azt is, aki ennek ellenére befogad és barátkozik. Itt mindenkinek igaza van.
Az a véleményem, hogyha ez a korrupció nincsen, akár a meggyilkoltak oldaláról, akár a gyilkos gépezet oldaláról, akkor senki nem éli túl. Idézi a hallgató, Robi rávágja majd itt a Legyen ön is milliómosban, hogy melyik kedvenc filmjéből, hogy az embernek mindent jogában áll megtennie, hogy megmentse a saját életét. Ha nem teszi, az az igazi bűn. Gyűrűk ura. Az ötödik becsétről. Az utolsó egyetemes kor stílusa romantika volt, azután már csak stílus irányzatok vannak. Olyan módon soha nem tudott, már a romantika után már nem tudott olyan módon egyetemes lenni egyetlen egy stílus sem, hogy egy egész kort és annak minden művészeti ágát meghatározza, mint a romantika. És a romantikának hagyományosan két ágát, két attitűdjét ismerjük, a passzív és az aktív romantikát. A passzív romantika az azt jelenti, hogy a romantikának az alapélménye, hogy ez a világ élhetetlen, ez elfogadhatatlan. És ezzel kapcsolatban valamit cselekedni kell. A passzív romantika azt mondja, hogy el kell előle vonulni. Az aktív romantika azt mondja, hogy át kell formálni. Az aktív romantikának az emblematikus alakja az Lord Byron, aki a Görögországban ment el, a görög szabadságharcban halt meg a görögök szabadságáért, de ide tartozik a mi Petőfi Sándorunk is, egyébként ő is az aktív romantikához. A passzív romantikához mondjuk meg lehet jó példaként említeni Gullivernek a Swiftet, aki a Gullivernek a sztoriait írta. Ez kifejezetten arról szól, hogy ez a világ élhetetlen, de nincs erőm, vagy nincs képességem megváltoztatni, de nem is akarom megváltoztatni, elvonulok egy másik világba. És akkor itt a passzív romantika megint kétfelé ágazik, elvonulhatok ezelől a térben, és elvonulhatok ezelől az időben, sőt van egy harmadik, tehát elvonulhatok a múltba, elvonulhatok meséstájakra, és van egy harmadik lehetőség, elvonulhatok a fantázia világába. Uh-huh. Mondjuk, mint az Ernst Theodor Amadeus Hoffmann az Aranyvirág cserében. Vagy elvonulhatok a térben, úgy, mint Robinson Crusoe. Gyakorlatilag a pulykálás az időben való menekülés, míg a menekülés az a térben való mint menekülés. A Roberto Benigni az Élet szép című filmjében. Szóval, hogy sokfelé el lehet vonulni, de hogy minden esetre már a 19. században megvolt ez a két alapvető ága a valósággal való konfliktusra adott válasznak. A menekülés, mert az tulajdonképpen a menekülés volt, a passzív romantika, vagy az ellenállás, mert az tulajdonképpen az ellenállás volt, az aktív romantika. Lord Byron, Petőfi Sándor, ők ellenállók voltak, ellenálltak a feudalizmusnak, és ellenálltak a születési előjogoknak, és az emberi nem az ember és ember közti hierarchiának, hanem az emberi nem rangjának az egyetemességét vallották, és ennek érdekében fegyvert fogtak, és ezért meg is haltak. Úgy Byron, mint Petőfi Sándor. Ezek a lehetőségek kvázi egy elfogadhatatlan, egy elviselhetetlen helyzet hez való viszonyulásnak a lehetőségei a menekülésben, illetve az ellenállásban már a kezdetén megvoltak. Már tulajdonképpen a felvilágosodás nyomán a romantika már ezeket a válaszokat, ezeket a stratégiákat dolgozta ki, és kínálta fel azoknak, akik számára elviselhetetlen volt az a létezés, amelyben a 19. század konzerválni akarta a maga feudalizmusát, de hát aztán egyre kevésbé és kevésbé tudta, és három különböző forradalmi hullámon keresztül azért Európa megváltozott, és a polgári társadalmak azok kibontakoztak Európa szerte, és ezáltal a romantika tulajdonképpen beteljesítette a maga hosszú küldetését, és átadta a helyét a realizmusnak, amely hát tulajdonképpen a hegeli ingának a visszalengését képezte. Szóval, hogy nem a 20. században és nem a totalitárius rezsimekkel szembeni ellenállásban születtek ezek a stratégiák, ezeknek az ősállapota már létezett.